kerékpáros ruházat témában már elég sok videót készítettem. Volt már szó arról, hogy eleve mi az, hogy kerékpáros ruha, meg néhány kerékpáros ruhákkal kapcsolatos tévhitet is sikerült eloszlatni. Volt videó arról, hogy egyáltalán mi a különbség az egyes kerékpáros ruhák között, meg volt szó arról, hogy milyen ruhában érdemes kerékpározni télen, vagy esős időjárás mellett, és ugyan szerintem meglehetősen uniszex módon közelítettem meg ezeket a témákat, azért való igaz, hogy könnyebben tudtak vele azonosulni a férfiak, mint a nők. Úgyhogy most elérkezett az idő, hogy beszéljünk kifejezetten a női kerékpáros ruhákról. Csak szerintem erről nem nekem kéne beszélni, az nem volna túl hiteles. Betty, Anita! Mehet? Jó. Eddig jó. Az tényleg igaz, hogy alapvető kérdésekben a női és a férfi kerékpáros ruházat között túl nagy különbség nincsen, hiszen mindkét nem számára fontos a jól szellőző és gyorsan száradó alapanyag. Plusz az is nagyon fontos, hogy a mezeg szabása ideális legyen a kerékpározáshoz. De az is igaz, hogy amíg egy hétköznapi ruhaüzletben a női ruhákból van nagyobb választék, a kerékpáros kínálatban ez pont fordítva van. Sok esetben a női színekben és kisebb méretekben merül ki a női választék, de azért van néhány olyan speciális tényező, amit figyelembe kell venni azoknak a nőknek, akik kerékpáros ruházatot szeretnének maguknak vásárolni. Alapvető különbség a férfiak és nők között, hogy a nők testi paramétereit sokkal több tényező befolyásolja. Főleg a mell és a csípő méretet illetően. Nadrágok esetében például, ha kantáros változatot szeretnénk magunknak, nagyon fontos a kantár kialakítása. A teljesítménycentrikusabb kerékpárosoknak ajánlott nadrág inkább az atletikus testalkatúakra passzol, és egy bizonyos mellméret felett az egyébként kényelmes és könnyű pántok már zavaróak is lehetnek. Lehet kapni viszont olyan kantár kialakítású kerékpáros nadrágot is, aminél a kantár ívelt és a mellek mellett halad el. Így akinek problémát szokott okozni a kantár, de mégis ilyen nadrágot szeretnének, azok keressék az ívelt kialakítást. Találkoztam már olyan kantáros nadrággal is, melyen középen futott a kantár, egy bizonyos testalkathoz például lehet, hogy ez sokkal alkalmasabb, mint a két oldalt futó. Ha nem ragaszkodunk a kantáros nadrághoz, egy szemponttal kevesebbet kell figyelembe mennünk, és nem utolsó sorban az öltözködés is sokkal könnyebb. Ez főként, hogyha nem versenyzünk, csak túrázunk, és közben használni kell a mellékhelyiséget, igencsak nagy előny lehet. Egy kantár nélküli kerékpáros nadrág is lehet komfortos és kényelmes, sőt, az elmozdulástól sem kell tartanunk, hiszen a derékrésznél szilikonpöttyökkel van ellátva. Különben részemről sokkal inkább kedvelem a kantáros kerékpáros nadrágot, mivel hogyha mondjuk egy kis pocakja van valakinek, akkor a derékigérő kerékpáros nadrág hajlamos lefelé pöndörödni. A kantárosban sokkal jobb, hogy az mindig ott marad, ez pedig örökké ment lefele. Ha nem feltétlenül szeretnénk kerékpárosnak látszani, mert mondjuk hétköznapi közlekedéshez keresünk ruhát, illetve a kerékpározásunkat egy-egy programmal, például a múzeumlátogatással törjük meg, akkor erre is van lehetőségünk. Az egyik ilyen lehetőség, hogy veszünk egy betétes aláöltözetet, amelyet akár egy kedvenc nadrágunk alá is vehetünk. Vagy vehetünk például egy kerékpáros begi nadrágot hozzá, amit az aláöltözethez hozzá tudunk kapcsolni. Az igazat megvalva, ez az aláöltözet annyira kényelmes, hogy akár önmagámmal is viselhetjük, hiszen senki nem mondja meg róla, hogy aláöltözet. És végül, ha minél kevésbé szeretnénk lemondani női mi voltunkról, választhatunk kerékpáros szoknyát is. Természetesen ez is technikai anyagból készül, betéttel van ellátva, és abszolút csajos is. A kerékpáros felsők tekintetében jóval egyszerűbb dolgunk van, mint a nadrágoknál. A rugalmas alapanyagoknak és a jó szabásnak köszönhetően kisebb eséllyel tudunk mellé nyúlni. Amit érdemes figyelembe venni, hogy a magasabb kategóriás felsők sokkal inkább a teljesítménycentrikusabb kerékpárosoknak készülnek, vagyis sokkal testre simulóbbak, viszont általában az anyaguk is borzasztóan kényelmes. Ez nem jelenti azt, hogy a lazább szabású felsők ne lennének nagyon kényelmesek, csak azoknál nem annyira szempont, hogy észrevétlenek maradjanak, amikor viseljük őket. Ezeknél a felsőknél egyaránt praktikus, hogy teljes hosszában lehúzható a cipzárjuk, hátul praktikus zsebeik vannak, általában fényvisszavaró elemek vannak rajtuk, és szilikon csíkozást kaptak derékrésznél, hogy ne csúszkáljanak menet közben. És ami a legfontosabb, nagyon menő, csajos színekben készülnek.
Hűvösebb téli, őszi vagy tavaszi napokon szintén nem kell lemondanunk a nőies vonalakról, hiszen kaphatunk már az üzletekben olyan felső részt, amely béléssel ellátott, jól szellőzik, és kifejezetten női szabással és dizájnnal készül. Általánosságban attól lesz egy kerékpáros cipő női, hogy keskenyebb kaptafára készül, kisebb méretekben kapható, és hát persze a színe. Bár ez utóbbi, főleg az országúti kerékpárosokat nézve, nem igazán állja meg a helyét. Plusz ezen kívül az is meghatározó, hogy olyan felhasználási területre készült, ami leginkább a nőkre jellemző, például a spinning. A spinningre, vagy általánosságban véve a beltéri kerékpározáshoz készült kerékpáros cipőket jellemzően a nők keresik. Ezeknek az a jellemzőjük, hogy kényelmesebb bennük sétálni, a felső rész jobban szellőzik, mert hogy ugye nincs is menetszél, és a talgumírozása pedig nem hagy nyomot. Minden más esetben amúgy a keskenyebb kialakítás, a kisebb méret és a szín teszi igazán nőivé, és ez azt is jelenti, hogy attól, hogy egy cipő nem kifejezetten női, még bőven lehet alkalmas a hölgyek számára. Fordítva is igaz ez, vagyis attól, hogy nekünk nem az általánosan elgondolt keskenyebb kialakítás lesz kényelmes, nyugodtan választhatunk nem kifejezetten woman címkével ellátott cipőt is, ha passzol hozzánk. Tulajdonképpen én pont így vagyok ezzel, hiszen nekem 41-es cipő kell a kerékpáros cipőkből, ami nem feltétlenül van mindig női kialakítással. De ez nekem nem is okoz igazából problémát. Mondjuk úgy, hogy ez csak egy ajánlás, amikor az első cipődet szeretnéd megvenni. Sőt, sokkal inkább igaz az, hogy bármelyik kerékpáros cipő alkalmas női felhasználásra is, viszont egy kifejezetten női cipő már kevésbé lesz alkalmas a férfiak számára. Az utcai cipőnek kinéző, de valójában tapadósabb és keményebb talpú tribe, például 37-es méretben abszolút nőies megjelenés nyújt, de ugyanezt teszteltük már 44-es méretben is, ami csupán a méret miatt tökéletesen passzolt a férfias megjelenéshez is. Ha a sétához is kényelmes, sokkal inkább hétköznapi cipőnek kinéző darabot keresünk, akkor nézelődjünk az iszkép és a korszerhez hasonló modellek között. A tekerős változat könnyebben méretre állítható, és akár menet közben is könnyebb rajta lazítani vagy húzni. Ezeknél még eldönthetjük, hogy hagyományos taposópedállal vagy csatos pedállal használjuk őket. Ha komolyabb elképzeléseink vannak, akkor a komolyabb teljesítményekre alkalmas pont is, vagy országúti cipőket válasszuk. Ezeknek a talp kialakítása és a szorosabb felső rész miatt hatékonyabban tudunk bennük tekerni. Különben pedig kerékpároz olyan ruházatban, amilyen tetszik, csak ne pamutban. És különben meg nem grimaszoltam, meg ilyenek?